Mi a baj? Semmi. Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Ismerős ez a szituáció? Valószínűleg igen. Nemrég az egyik videóm alatt egy kedves férfi kommentelő megkért arra, hogy készítsek már ebben a témában is videót. Először elvetettem az ötletet, mondván, hogy de hiszen ezt már annyian feldolgozták, meg ez olyan alap, hogy erről már mindenki tud, és mindenki, aki egy kicsit is tudatos, próbálja ezeket a helyzeteket elkerülni. De aztán mégiscsak úgy döntöttem, hogy jó az ötlet, és hallgatok erre a kommentelőre, és megcsinálom ezt a videót is úgy, hogy az önismereti hátterét is megmutassam, talán ebből a szemszögből még nem láttad elemezni az ilyen helyzetet. Szóval az látszik egy ilyen szituációban, hogy a nő valamin duzzog, de nem mondja, hogy min. Nem tudjuk, hogy min. Belehelyezkedve a férfi szerepébe, csak azt látjuk, hogy feszültség van. De kézzelfogható feszültség, késsel vágható feszültség van a levegőben, és ezt persze a nő elég erősen tudja is tolni, úgyhogy ne lehessen nem észrevenni a feszültséget. Nyilván a férfi, aki mindig reagál a nőre, a férfi energia az mindig reagál a nőre, ezért érezni fogja ezt, hogy nyomás alatt van, és nyilván nem szeret nyomás alatt lenni, úgyhogy először csak vakargatja a fejét, hogy vajon mi lehet a baj, aztán föl is fogja tenni a kérdést, mi a baj? Baj van? A nőtől pedig a megszokott szokásos válasz, nincs, semmi. De érzem, hogy van valami baj. Mi a baj? Tudod te, vagy nem tudod? Gondold csak végig. És kész? Itt már a férfi pontosan tudja, hogy valamit ő hibázott, de valami óriásit, mert hát kedvese nagyon ki van borulva, és éppen óriási a sértődöttség és a feszültség közöttük. A férfi azonnal kutakodni kezd az elméjébe, hogy de vajon mit hibázhatott? És nyilván nem fogja megtalálni a saját elméje szerint a hibát, mert ha megtalálná, akkor nyilván nem is követte volna el. Tehát ha tudná a férfi, hogy mit hibázott, akkor nyilván nem is követne el olyat, hisz pontosan tudja, hogy az egy hiba lenne a nőnél. Akármennyire elemzi a helyzetet, akármennyire ötöl törpöl, nem születik meg benne a megoldás, úgyhogy ő is egyre feszültebbé válik. Úgyhogy természetes, hogy ebből egy veszekedés fog kirobbanni, alig ha lesz rögtön pozitív végkimenetele a dolognak, hiszen ha a férfi nem tudja, mit hibázott, akkor nem tud mit jóvá tenni. Vajon mi mozgatja ilyenkor a nőt? Mielőtt belemegyek, hadd mondjam el, hogy igen, ez valóban egy tipikusan nőkre jellemző helyzet. De annak ellenére, hogy ez egy tipikusan nőkre jellemző helyzet, időnként előfordul férfiakkal is, tehát férfi is tud eképpen megsértődni. Ez a férfiaknál abban az esetben fordul elő, hogyha a férfi figyelem hiányos, vagy önértékelésében alacsonyabb önértékelésű, önbizalom hiányos. Akkor lesz neki nagyon-nagyon fontos, hogy őt értékelje a párja, és figyeljen rá teljes odaadásával. Szóval alapvetően, akárhogy is nézzük ezt a sztereotípiát, ebben van igazság, ez leginkább egy nőkre jellemző dolog. Nem minden nőre, ez nagyon fontos, de azért az elmondható, hogy legalább egyszer élete során minden nő kipróbálja ezt a szituációt. Mert hát ezt látta. Az elődeitől, az anyukát, a nagymamájától, a filmekből, egy csomó helyről már ez a szituáció így visszaköszön. Mi van ilyenkor a nőben? Mi a baja? Ténylegesen mi a baja? És miért nem mondja, hogy mi a baja? Miért kell, hogy a férfi kitalálja azt, hogy mi az ő baja? Hát nézzük először is, mi lehet a baja. Egészen biztosan valami olyasmit követett el a férfi a nő ellen, hogy mondjuk nem vette őt figyelembe valamiben. Lehet, hogy a férfi lesöpörte a nő vágyait vagy akaratát, vagy éppen beszólt neki mások előtt. Szóval valami olyan dolgot követhetett el a férfi, amikor nem volt elég figyelmes a nő igényeire, a nő vágyaira, vagy az egymással korábban leegyeztetett egyességekre.
A férfi elképzelhető, csak nem emlékszik ezekre, de az is elképzelhető, hogy tényleg nem figyelt abban az esetben. Minden esetre a nőben ez óriási sértettséget, gyakorlatilag megaláztatást jelent az egócskájának. Úgy érzi, hogy ő most a férfi számára nem fontos, úgy érzi, hogy a férfi lesöpörte őt, és úgy érzi, hogy önbizalmában és önértékelésében meg lett tiporva. De miért érzi ezt a nő? Legtöbbször azért, mert a nő úgy van nevelve, hogy ő legyen nagyon gondoskodó. Egyébként a társadalom erre neveli a nőket, és a legtöbb nő azt hiszi önmagáról is, hogy az a legnőiesebb tulajdonsága, ha ő gondoskodó, de valójában nem ettől leszel nőies nő, hogy gondoskodó vagy. Minden esetre, mivel a társadalom ezt nevelte beléd, te is nőként, mint ahogy itt a videómban szereplő Gizi, ezzel akarsz gondoskodni a Béláról, lesed minden kívánságát, szem előtt tartod az ő igényeit, mindenben megpróbálsz hozzá igazodni, egy jó feleség, jó háziasszony, nagyon törődő, nagyon gondoskodó nőként, időnként akár áldozatot is hozol, csak hogy ebben a kapcsolatban minden nagyon jó legyen, és Béla nagyon elégedett legyen. Mert ha Béla elégedett, és ezt az elégedettséget Gizihez párosítja, akkor bizony Gizi örül, mert Béla szemében azt látja, hogy Béla nagyon boldog attól, hogy Gizi van mellette. Tehát a nő azért gondoskodik, akár erőn felül, akár önfeláldozóan, hogy a férfi vegye észre, figyeljen és szeresse. Na most, ha közben Gizi azt éli meg, hogy Béla valamiért nem volt figyelmes, lesöpörte az ő vágyait az asztalról, vagy akár mások előtt sem vette őt teljes értékűen figyelembe, akkor Giziben összedől az a világ, hogy én itt gondoskodom, és cserébe meg azt kapom, hogy nem is értékelnek. Hát arra vágytam, hogy szeressen a Béla, és ehhez képest nem, hogy nem szeret, hanem még le is söpör, még meg is aláz. Tehát a nőben minden, amiért megdolgozott, az ilyenkor úgy tűnik, mintha a semmibe veszne. A nőben lefut az, hogy megalázták, és ki is használják az ő jóságát, az ő odaadását. Teljes mértékben megsemmisülve érzi magát ilyenkor a női ego. De miért nem mondja? Miért kell ezt a férfinak kitalálnia? Hát itt ebben az a játék, idézőjelben a játékszót, hogyha a nő csak duzzog, de nem mondja a problémáját, akkor ezzel legalább elérheti azt, hogy Béla figyeljen. Most a Béla egy kicsit gondolkodik azon, hogy mit követett el, és míg Gizi feszült és nem közeledik, míg Gizi távolságot ad, addig Béla lefuttatja Gizivel kapcsolatos gondolatait, és arra a megállapításra kell, hogy jusson, hogy neki nagyon fontos a Gizi ahhoz, hogy ezt a feszültséget megoldják. Tehát Béla ezerrel elkezd Gizi felé fordulni, és próbálja megfejteni. Gizi pedig túráztatja, mert addig is megkapja Bélától azt a figyelmet, azt az odaadást, azt a törődést, amire egyébként vágyik. Persze Gizi nem tudatos eléggé, mert azzal nem számol, hogy Bélában ez indulatokat fog előbb-utóbb kiváltani. Tehát lehet, hogy egyszer-kétszer Béla még rávehető arra, hogy most akkor smúzoljon, meg kompenzáljon, meg magyarázkodjon, meg figyeljen, meg kiengeszteljen, meg bocsánatot kérjen, meg akarjon törődni, de sokszor nem lehet eljátszani egyetlen kapcsolatban sem, mert egy idő után ő is meg fogja unni, bevágódik a másik sarokba, és akkor három napig itt háborús, hideg háborús övezet lesz a lakásban. Azzal pedig sem megoldva nem lesz a probléma, sem pedig közeledni nem fognak egymáshoz a felek, csak távolodni, miközben nyilvánvalóan mind a ketten arra vágynának, hogy egységbe kerüljenek, megegyezés szülessen, és közeledni tudjanak egymáshoz. Tehát a nő azért nem mondja a problémát, mert azt akarja, hogy a férfi figyeljen rá. És ez a játék része. Másrészt azért sem mondja a nő a férfinak, hogy mi a problémája, mert meg van róla győződve, hogy a férfi is rendelkezik annyi empátiával és intuícióval, mint ő, vagyis ha ő képes kitalálni Béla gondolatait és a kedvében járni, akkor legyen meg ez a képessége Bélának is, és próbálja meg kitalálni gondolatolvasással az ő sérelmeit, és igyekezzen a kedvében járni úgy, ahogy ő ebben a pillanatban szeretné. Csak hogy Béla
nem lesz gondolatolvasó, és nem azért nem lesz gondolatolvasó, mert nem szereti Gizit, hanem azért, mert teljesen másképp működik, mint Gizi. Béla férfi energiásan működik, úgyhogy abban nem a befogadó, nem az intuitív és empatikus energiák működnek, hanem a férfi egy kifelé áramoltató, egy célra tölő minőséget működtet az energiáiban. Így a férfi nem nagyon vehető rá arra, hogy gondolatolvasó legyen. Minél jobban elvárjuk tőle a gondolatolvasást, annál inkább meg fogjuk semmisíteni az ő férfiasságát, hiszen ha olyat várok Bélától, amire ő egyébként nem alkalmas, mert az ő alkalmassága és képességei egészen más dolgokban bontakoznak ki, és nem a gondolatolvasásban, akkor Béla azt fogja megélni, hogy olyat várnak tőlem, amit nem tudok, vagyis nem vagyok elég jó a Gizinek. Márpedig, ha valaki azt érzi egy kapcsolatban, hogy nem vagyok elég jó, és bármit teszek, az nem lesz jó, akkor egy idő után nem fog tenni semmit. Tehát Gizi épp az ellenkezőjét éri el ennek, figyelmet szeretne kapni, közeledést és szerelmet a Bélától, de éppen az ellenkezőjét fogja megkapni, távolodás lesz, vita, és folyamatosan hidegülnek el egymástól. Ez egy nagyon alacsony nívón működtetett önérvényesítés, amikor a sértődöttséggel és azzal, hogy nem fejezem ki, hogy mi a valódi kérésem, igényem és problémám, próbálom a másikban a feszültséget kelteni. Alacsony nívó, mert nem megoldja a helyzetet. Egy magas formanívón működtetett női minőség, az ezt nem csinálja. Egyrészt nem vár el gondolatolvasást, másrészt nem sértődik meg, harmadrészt nem várja el, hogy a férfi kitalálja a sértődöttségre a megoldást, hanem egy magas formanívón működő nő, az nagyon asszertíven, szeretettel és kedvességgel ki tudja fejezni azt, hogy mi nem tetszett neki az imént a férfi működésében, sőt, javaslatokkal áll elő arra vonatkozóan, hogy hogyan legyen tovább ez a jövőben. Tehát a magas formanívon működő nő, hogyha valami nem tetszik, akkor a megoldások felé, vagyis közelíteni próbálja a kapcsolatot, és ezzel előre mozdítani fogja. Mivel a férfi legtöbbször reagál a nőre, ezért jó esélye, nagy százalékban a férfi fog jönni az asszertíven gondolkodó nő nyomában. Ezt mi a baj? Semmi. Ezt igazából nem lehet pozitívvá fordítani tartósan. Úgyhogy itt az ideje, hogy ezeket tudatosítsátok a kapcsolatokban, és ha nő vagy, akkor valami egészen más tudatossággal kezd el megélni a benned lévő női energiákat. A gondolatolvasást, a gondoskodást és a kommunikációt is egy teljesen más formanívón, egy érett, igazi nőhöz méltó módon próbáld megvalósítani. Ebben segíthetek neked a Női Férfi Energiák kurzuson, keresd meg a www.tunderszív.hu oldalunkon a kurzusok között, szeretettel látunk személyesen vagy élő online közvetítéssel, vagy segíthetek neked az exkluzív videócsatornánkon is itt a YouTube-on, ahol további, mélyebb, tartalmasabb, hosszabb önismereti videókkal juthatsz felismerésekre önmagadról, és kerülhetsz sokkal közelebb békés, boldog önmagadhoz. Az exkluzív videócsatornát úgy találod meg itt a YouTube-on, hogyha a videóim alatt megkeresed a csatlakozás feliratú kék keretes fehér gombot. Nagyon fontos, hogy ezt a gombot csak akkor fogod látni, ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba. Jelentkezz be a YouTube fiókodba, ha nem látod a gombot. Jó? Vagy nyisd le a videóim alatt a leírást, a videó leírását, és ott is meg fogod találni a csatornához kapcsolódási lehetőséget. A YouTube el fog téged kalauzolni hozzánk. Mi pedig szeretettel látunk abban a közösségben is. Vagy szerezd be otthon a önismereti könyveinket, és juss felismerésekre otthon, kényelmesen magadról. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még.